Az elsődleges ok, ami miatt a jacuzzit megvettük, az a sérült gyermekünk. Sajnos segítségre szorul bármilyen mozgásban, de a vízben a súlytalanság állapotában tehermentesítve van a teste, ráadásul a masszázs is nagyon jót tesz neki. Ehhez még két dolog társult, az egyik az én lábsérülésem, amire szintén azt mondta az orvos, hogy a vízben való lábtorna segít a gyorsabb gyógyulásban. A másik, hogy mivel régóta mezőgazdasággal foglalkozunk, ez az életvitel igencsak megterhelő, és nagyon jól esik egy fárasztó nap után beülni a kellemes meleg vízbe és kimasszíroztatni a testünkből a napi fáradalmakat. Ami még nagyon fontos volt, hogy a saját jacuzzink lesz, akkor nem kell másokkal megosztanunk. Én tartom tisztán a vizét, tudom, hogy mit csinálunk benne, nem kapunk el semmit. Ráadásul ezt bármikor használhatjuk, csak lejövök, fürdök és visszajövök. Hogy ezt az év bármely napján megtehetjük, ez nekünk megfizethetetlen. Amikor felavattuk az első este, akkor mindannyian belementünk. Végül is hatan voltunk a jacuzziban és elfértünk. A család legkisebb tagjai végre nem a számítógépet meg a telefon nyomkodják, hanem bejönnek ide és kénytelenek beszélgetni, egymással játszani. Amúgy, ha a párommal ketten vagyunk, akkor a csönd, a nyugalom, egy kis masszírozás, vízcsobogás nagyon ki tud minket kapcsolni. A lábsérülésem miatt elég sok időt kellett vekve töltenem. Így sokat tudtam a neten nézelődni, olvasgatni a témában. Később kimentünk két céghez, ahol az egyiknél volt is olyan termék, ami kinézetre nagyjából megfelelt volna. Viszont miután jobban utána néztem az adott jacuzzinak és a cégnek, úgy már nem volt annyira szimpatikus. Úgyhogy ezt elvetettük. Ezután keresgéltem tovább. Mi végül azért is választottuk a Bertényéket, mert régebben volt medencénk, amit úgy 91-92 környékén építettünk, és ahhoz a gépészetet tőlük vettük. Ezért, amikor megláttam, hogy jacuzzival is foglalkoznak, mivel már volt régebbről jó tapasztalatunk, mindenképpen meg szerettem volna nézni azokat is. Szimpatikus volt a termék, értettek hozzá, úgy tűnik, hogy ismét jól döntöttünk, az egész család szereti.